Szent Márton Akadémia. A hit és a tudás forrása. Szent Márton püspöknek ünnepi napjára. 1700 éve, 316-ban született Szent Márton az ókori Szaváriában, a mai Szombathelyen. A katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje, Európa társvédő szentje mindenkorban példát mutat a keresztényeknek a tökéletes Krisztus követésre. Őt ünnepli az egyház és a Szombathelyi Egyházmegye. A Szent Márton Vallási és Kulturális Egyesület, a Martineum Felnőtt Képző Akadémia és a Szent Márton Programiroda előadás sorozatot indított, hogy Szent Márton életével, lelkiségével jobban megismertesse az embereket. Teológusok, történészek, művészettörténészek, néprajztudósok világítanak rá a szent életének, korának, illetve kultuszának ismert vagy kevésbé ismert részleteire. Kísérjék figyelemmel a rögzített előadásokat a képernyőkön keresztül, és legyenek részesei az élménynek és a tudásnak. Nagy szeretettel köszöntöm én is kedves minnyájukat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Akik így a Szent Márton Akadémiákon részt vettek, azok tudják, hogy mennyire készül az egyházmegyénk is, és a Martineum is a Szent Márton jubileumi évre, ami 2016-ban lesz, és hát ez az év, amelyet az egyházmegyében Püspök atya meghirdetett, egy előkészületi év. És hát próbálunk egy kicsit Szent Mártonnak nem csak az életébe, hanem a lelkiségébe belehelyezkedni. Hogy mire a nagy ünnephez, meg az ünnepi eseményekhez érkezünk, arra már tudjunk valami kicsit többet róla. Az elmúlt alkalmakon is biztos szó volt arról, hogy sok-sok dolog, ami az ő életében jelen van, ennek ellenére a legtöbben, amit tudnak róla, az a köpenyes sztori, meg a libák. Ugye? Nagyjából ennyi. Pedig hát egy szomorú szent volna Szent Márton, ha csak ennyit tudhatnánk róla, és gondolom az előző előadásokban mind-mind látták különböző oldalakról, tudományágak felől megközelítve azt, hogy Szent Márton miért is fontos Európa történelme számára. Nem csak a vallásos embernek, hanem kulturális oldalról is. Ezen a mai estén megint egy kicsit a valláshoz, a teológiához kanyarodunk vissza, és Márton életének egy olyan eseményét, egy olyan időszakát néznénk meg, amely az életének az első szakaszához kötődik, de amely mégis valamilyen szempontból forrás volt számára. Forrás ahhoz, hogy szentté válhasson. Hiszen ugye nem nehéz elképzelni azt, hogy egy ifjú titán, akit megfertőz, és ezt nagyon pozitív értelemben gondolom, megfertőz a hit, megfertőz a kereszténység, az micsoda nagy lelkesedéssel próbálja életre váltani azt, amiről a keresztény hit szól. És ahogy ezt próbálja, ahogy ezt életre váltja, ahogy ezt gyakorolja, az beépül az életébe, részévé válik, és éppen ezért erre tud majd aztán később ráépülni mindaz, amiről ez a szent ismert, amitől egyáltalán szent lesz. Nyilvánvaló Szent Márton életéről olyan bőséges információink nincsenek, hiszen elég régen élt már. Az, amit mindenki ismer Sulpicius Severusnak az életrajza, bőséges információval szolgál, de nyilván a történészek mondhatnák, hogy hát ez bizony elég egyoldalú forrás. Nyilván most mi nem ezzel foglalkozunk, mert a témánk szempontjából igazából annyira nem is lényeges, hogy hány forrást használunk fel Szent Mártonnak, a katekumennek az értelmezéséhez, mert ebből az időszakból van számtalan liturgikus forrásunk is, amelyet ezen a mai estén használhatunk. Most majd, ha eljön az idő, akkor beszélek is egyről, kettőről, hogy honnét tudjuk azt, hogy Szent Márton életében a katekumenátus, a katekumen készületnek a folyamata, az mit is jelentett, és miért is volt fontos. Úgy gondoltam felosztani ezt a mai estét, hogy először szeretnék egy picit arról az időszakról beszélni, amelyben Szent Márton élt, elsősorban a katekumenátus oldaláról megközelítve. Hiszen nyilván Sulpicius Severusnak az életrajzában nincsen pontos leírás arról, hogy Szent Márton milyen
folyamatokon ment keresztül akkor, amikor katekumen volt. Egy-két adatot említ meg ezzel kapcsolatban. Éppen ezért a többi információt, azt egy kicsit a háttérből kell nekünk összegyűjteni. És próbáltam önöknek segíteni azzal, hogy ne kelljen mindenkinek lexikonokat, meg kézikönyveket böngészni, hanem itt önök elé tárom azt, hogy a IV. Században körülbelül milyen volt a hit tanulók felkészítésének a menete. Nagy valószínűség szerint Szent Márton is ebben vett részt, vagy legalábbis valami nagyon hasonlóban. Annyit már is előjáróban elmondok, hogy nem lehet arról beszélni, hogy az első századokban ilyen és ilyen volt a katekumenátus. Volt egy egységes rendszer, ami többé-kevésbé hasonló volt az egyházunkban, de helyi sajátosságok is voltak. Tehát volt egy-két eltérés azért, éppen ezért 100%-os bizonyossággal nem tudom garantálni azt, hogy amin Márton végigment, az pontosan ilyen volt, ahogy ezek a források mutatják. De feltételezhetjük azt, hogy igen, valami nagyon-nagyon hasonló volt. Először tisztázzuk azt, hogy mi az, hogy katekumen. Ugye ezt a szót olyan nagyon sokszor nem szoktuk használni, vallási használatban most már megjelent a II. Vatikáni zsinat után újra, de abban az időben, amikor az egyház megszületik, ez egy közkeletű szó volt. Ugye a katekumen az azt jelenti, hogy hit újonc vagy hit tanuló. Az az ember, aki készül az úgynevezett beavató szentségeknek a felvételére, vagyis a keresztségre, a bérmálásra és az eukarisztiában való részesedésre. Maga a szó egy görög szó, katekumenos, és ez azt jelenti, hogy tetszenek látni is ezen a dián, hogy az, akit oktatnak, az, akit tanítanak, tehát az a személy, akit oktatnak. És teljesen profán használatból ment át egyházi használatba, hogy azokat fémjelezték vele, akik a hit útján elindultak. A katekumen nem volt teljes jogú tagja az egyháznak, a hívő közösségnek, de már oda tartozott. Tehát a keresztség az, ami az egyház teljes jogú tagjává tesz minket. Ők még nem részesültek a keresztségben, tehát ezt a teljes jogú tagságot sem kapták meg, viszont olyannyira a hívő közösséghez tartozónak számították őket, hogy például minden szentmisében imádkoztak értük. Azokért a katekumenekért, akik abba a konkrét közösségbe kérték a felvételüket. Sőt, ha nehogy Isten előfordult az, hogy egy katekumen meghalt, még mielőtt a keresztség szentségében részesült volna, akkor ugyanúgy szentmisét ajánlottak fel érte, mint a hívőkért. Ugyanúgy a temetési szertartásukat elvégezték, mint a megkeresztelt hívőkét. Tehát egy nagyon speciális kapcsolat volt az, ami a katekument hozzáfűzte, meg mind a mai napig hozzáfűzi az egyházhoz. És olvastam az egyik egyház atyánál egy olyan gondolatot, ami úgy elgondolkoztatott, hogy a katekumen meg a hívő embernek a kapcsolata olyan, mint a megszületett gyermek és a még meg nem született, de már megfogant gyermeknek a kapcsolata. Ugye? Ugye az édesanyja méhében van még, de ugyanúgy ember, ugyanúgy érez, gondolkodik, működik a teste biológiailag is, szellemileg is, de mégsem ugyanolyan, mint az a gyerek, aki kint már sír, meg lélegzik, meg szaladgál. Valahol a katekumen is ilyen. Még egy gyermek, aki eszi azt a nem szilárd táplálékot, amiről Szent Pál apostol is beszél. Úgyhogy így indul el a katekumenátus és a katekumennek a katekumen névnek a fogalma. No, a katekumenátus az nagyon hamar kialakul az egyházban. Gondoljuk csak el, hogy érthető is ez, a II. Század közepére datálják azt, amikor már kialakult struktúrája van. Ez nagyon korán van, hogy hát 150 körül vagyunk, és ekkor már kialakult struktúráról beszélünk. Ez ugye azt jelenti, hogy maga az egész folyamat már sokkal korábban elkezd kialakulni. És felépül rá
egy egész jól megszervezett, jól begyakorolt intézmény, ami a hitre való felkészítésnek a folyamatát jelenti. Az, ami forrást én itt használok ennek a bemutatásánál, az Hippolitosznak a leírása, aki 215 körül foglalja össze azt, hogy hogyan készítik fel a hit tanulókat arra, hogy az egyháznak teljes jogú tagjai legyenek. Annyit tudunk Hippolitosztól, hogy a felkészítés körülbelül 3 évig tartott. Ez egy hosszú időnek tűnik. Ugye, mert arra gondolunk, hogy megtanítani azokat a dolgokat, amiket egy keresztény embernek tudni kell. Be kell vezetni őt valamilyen módon az egyháznak az életébe, egy kicsit gyakorlati oldalról is, de azt gondolnánk, hogy ehhez nincsen szükség 3 évre. De mindjárt meglátjuk, hogy mégis szükség van rá, mert nem egyszerű hitoktatásról van szó. Nem arról, hogy beülnek a hallgatók az előadásra, ott valaki beszél nekik hosszú időn keresztül, ők jegyzetelnek, megtanulják, levizsgáznak, mert a katekumenátus nem ezt jelenti. A katekumenátus az életre készít fel. A keresztény életre akar felkészíteni. Nem az az elsődleges célja, hogy sok információ legyen a hallgatóknak a fejében, hanem hogy tudjanak keresztényként élni a hétköznapokban is. Tudjanak keresztény módon gondolkodni, tudjanak keresztény módon dönteni. És erre próbálták őket felkészíteni. Azt írja Hippolitosz, amikor jelentkezni kellett, akkor mindig a püspököt kellett megkeresni. Ugye még az első időszakában az egyház életének volt, a nagyobb központokban alakultak ki először a keresztény közösségek, és ezeknek az élére az apostolok az első időben maguk rendeltek előjárókat, püspököket. És a püspök volt az, aki döntött arról, hogy X-et és Y-t felveszi-e a katekumenek közé. Na most az egyház történelméből tudjuk azt, hogy az első 3 évszázad az bizony nagyon nehéz időszak, a keresztény üldözéseknek az időszaka. A keresztény közösségeknek jó része titokban működött. Na de ebből az is következett, hogy nem mindenki jó szándékkal volt a keresztények iránt, hanem próbálták őket kilesni, kifürkészni, és adott esetben feljelenteni egy valamilyen jutalomnak a reményében. És ahogy már ilyen kém sztorikban ugye ma is van, az ős egyháznak a kém sztoriaiban is volt olyan, hogy próbáltak rossz szándékú emberek beférkőzni a keresztény közösségekbe, a titkaikat kideríteni, akár még olyan módon is, hogy úgy csináltak, minthogyha megtértek volna, és a keresztény közösség tagjává akartak volna válni. És ezért határozza el az egyház azt, hogy úgynevezett szponzorokat kér minden katekumen mellé. Ugye a szponzor az, aki úgy kicsit vigyáz rá, aki úgy ajánlja, aki kezeskedik érte, garantálja a jó szándékát. És ő volt az, aki a püspöknél ajánlást fogalmazott meg a konkrét katekumen felé, hogy ő egy megbízható ember, benne lehet bízni, ő nem fog nekünk rosszat akarni. Így indul el egyébként a kereszt szülőségnek is a története. Ugye ez a szponzor, ez lett később a kereszt szülő. A mai katekumenátus folyamatban is a kezesek ugyanúgy ott vannak, akik garantálják azt, hogy az adott katekumen felkészült a szentségeknek a vételére. De nem volt ennyi elég. Nem volt annyi elég, hogy a püspök kicsit úgy elbeszélgetett velem, meg a szponzor garantálta azt, hogy minden oké lesz, hanem hát ennek voltak feltételei. Ugye katekumennek lenni nem csak annyi volt, hogy beiratkozom egy kurzusra, és akármi történik, én azt a kurzust el fogom végezni. Mert ahogy mondtam, ez nem az ismeretről, hanem az életről szól. Éppen ezért elvárták a katekumenektől azt, hogyha valakinek olyan az élete helyzete, sőt olyan a foglalkozása, ami nem vállalható a keresztény erkölcs szempontjából, azt hagyja abba. Mire gondolok? Például valaki gladiátor volt. Ugye hát a gladiátornak gyilkolni kell. Hát az nem lehet.
Hát hogy akar valaki ugye úgy keresztény lenni, hogy közben az a szakmája, hogy gyilkol? Ugye? Tehát a gladiátornak abba kellett hagyni a gladiátorkodását. Sőt, ez most egy kicsit meglepő lesz, de a színészeknek is, meg a táncosoknak is. Mert ugye ez akkoriban nagyon-nagyon összeegyeztethetetlen volt, egy kicsit ilyen léha életű embernek számított az, aki ezeket a foglalkozásokat üzte. Múlt időben beszélek határozottan. Jó? Ugye éppen ezért kérték azt, hogy hagyják abba ezeket a szakmákat, hogy ne legyen ellentét a személyes élet és a hit között. Amikor megtörtént az ajánlás, akkor keresztül mentek a katekumenek egy úgynevezett befogadási szertartáson, amikor a püspök ünnepélyesen a katekumenek közé felvette a jelentkezőket. Ez mindig egy szertartás keretében történt, és a püspök ünnepélyesen keresztet rajzolt a katekumen homlokára, ugye lefoglalja őt a kereszt jelével az Isten számára. Az egész közösség imádkozik értük, sőt, még egy ilyen szertartás eleme is volt ennek a befogadásnak, hogy megszentelt sót tettek a katekumeneknek a nyelvére. Ugye a sóról tudjuk azt, hogy az egy tiszta állapotot ér el, ugye elpusztít nagyon sok kórokozót, meg baktériumot. Azért is sóval tudunk tartósítani élelmiszereket is. Most ugye ezt az ember nyelvére teszik, tehát nyilván akkor azt nem kiköpi utána, hanem hát lenyeli. Tehát tisztít engem belülről is, tartósít, konzervál az Isten országa számára. Milyen szép szimbológiája van, hogy megtisztít és tartósít engem. És így kezdődik el a katekumenátusnak az időszaka. Egyes források, és itt vannak a különbségek a helyi szokások között, azt is írják, hogy a katekumenek ilyenkor már átmennek az első exorcizmuson. Húha, ez egy nehéz szó, exorcizmus. Sokan a horrorfilmre gondolnak, ugye, amikor kifacsart pozitúrákban, habzó szájjal, mindenféle ördögök jönnek elő. Nyilván nem erről van szó. Az exorcizmus az egyház életének egy mind a mai napig teljesen normális gyakorlata. Ugye nem titkos szertartásokra gondolunk ilyenkor, hanem egyszerű szabadító imádságokra. Amikor az egyház imádkozik azért, hogy az illetőn a gonosznak ne legyen hatalma, vagy ha már van, akkor szűnjön meg. És ez megint érthető. Ugye mi, illetve egy egyszerű keresztény ember, hogyha bűnözik, bűnt követel, akkor megy és végez szentgyónást. A katekumen ezt nem tudja megtenni, mert a katekumen még nincs megkeresztelve. Tehát szentgyónást sem végezhet. Éppen ezért az egyház különleges módon is imádkozik érte, hogy bár szentgyónást nem végezhet, azért a gonosznak ne legyen rajta fogása. És ezt már az első pillanattól kezdve az egyház végzi a katekumenek fölött, mert ugye ők már hozzánk tartoznak. Amikor átmentek ezen a szertartáson, a befogadáson, akkor kezdődik egy legalább három lépcsős képzésük a katekumeneknek. És itt most idegen szavakat fogunk használni, de mindent meg fogunk magyarázni. Az első lépcső a befogadással audienteszekké válnak, illetve audientesz az már több számban van. Hallgatókká, vagy hallgatósággá, ha úgy tetszik. Mind a főiskolán, meg az egyetemen, amit mondunk, ugye, hogy hallgatók. Nem azért hallgatók, mert nem tudnak beszélni, hanem mert hallgatják ugye a tanítást. Figyelmes füllel, nyitott szívvel. Ennek az első időszaknak ez a lényege. A tanulás, a nyitott fül és a nyitott szív. Az audienteszek részt vehettek a Szentmisének az első felén, amit úgy hívunk, hogy igeliturgia. Amikor elkezdődött az eukarisztia liturgiája, tehát elkezdik készíteni az oltárt és az áldozati adományokat, hát akkor a katekumenekért még imádkoztak egyet búcsúzóul, és viszlát, ki kellett nekik menni. Nem maradhattak bent az eukarisztikus ünneplésnek a termében, mondván azt, hogy az eukarisztikus misztérium egy akkora titok, hogy az egyrészt a hívőnek jár, másrészt a hívő tudja megérteni,
hogy mi az, ami ott történik. Nyilván ez nem egy értelmi felfogás jelent, mert az eukarisztiát nem értjük, de azt a titkot, ami ott jelenvalóvá válik, a hívő ember tudja igazán a maga szentségében és mélységében értelmezni. Voltak egyébként helyek, ahol a katekumenek visszasomfordáltak, a megengedett módon persze, a liturgiának a helyszínére, akár úgy, hogy kívülről a folyosóról nézhettek be egy rácson keresztül, akár ha emeletes teremben volt az eukarisztia ünneplés, akkor meg a galériára mehettek föl, és ott nézelődhettek. De nem volt szabad nekik még imádkozni sem. Tehát az imákat hangosan mondani. Főleg nem a mi atyánkot, majd erre mindjárt vissza fogunk térni. Jó? De általában az volt a gyakorlat, hogy ők akkor kimentek, és a liturgikus helységen kívül megvárták a hívő közösségnek a tagjait. A képzésük, ahogy tetszenek is látni, kettős volt, elméleti és gyakorlati. És ezt a kettőt nem lehetett szétválasztani, és szerintem egyébként most sem lehet. Mert lehet egy nagy információ halmazt hitről átadni, attól még mégsem lesz jó hívővé valaki, senki sem. Jó? Mi az, amit tanultak ezek a katekumenek ebben az időszakban? Nagyon sokat olvasták az Ószövetséget, megtanulták a zsoltárokat kívülről, ugye amik imádságok, szentírás alapú imádságok. Aztán nagyon olvasták a Bölcsesség könyvét és Sirák fiának a könyvét. Kicsit én is meglepődtem, de valahol logikus is, mert ez a két könyv a hétköznapi élethez rengeteg tanácsot ad. Tessenek csak megnézni, hogy mikről van benne szó. Anyagi javakkal való bánásról, emberi kapcsolatokról, munkáról, liturgikus dolgokról, nehézségekről, örömökről. És mindegyikről beszél olyan szempontból, hogy a hívő ember ezt hogyan élje meg, hogyan kezelje ezeket a helyzeteket. Vagyis ugye már itt látjuk, hogy abszolút gyakorlati vonatkozása is van az egésznek, hiszen az, hogy öröm ér, vagy bánat ér, vagy a munkámban nehézségem van, az az én hétköznapi életemre vonatkozik, és messze menően befolyásolja azt. De mit tegyek például akkor, hogyha valaki bánt? Hogyan tudom ezt a helyzetet hívő emberként kezelni? És erről, ezekről a helyzetekről beszél nagyon-nagyon sokat ez a két bibliai könyv. Aztán természetes módon oktatták őket Jézus életére. Kronológia, bemutatják, megismerik azt, amit a Szentírás megörökített, és legfőképpen a szeretetnek a parancsára. Nyilván annak a megélésére, életre váltására, hogy mit jelent Jézus szerint szeretni, és hogyan kell Jézus szerint szeretni. És közben aztán feladatokat is kaptak a katekumenek. Mert hát nem maradhat mindez elméleti szinten. Elvárták tőlük azt, hogy tisztítsák meg a beszédjüket a szemérmetlen dolgoktól, a tisztátalan, tiszteletlen, káromló, sértő szavaktól, hogy látogassák a betegeket, hogy fokozottan gyakorolják az alázatosságnak az erényét, hogy önmegtagadásokat végezzenek, böjtöljenek, vonuljanak vissza, még ha csak időszakosan is, a világi szórakozásoktól, akár még a házas életnek az örömeitől is. Sőt, akár a földön alvást írták nekik elő, akár olyan durva anyagból készült ruhákét, amelyek dörzsölik az embernek a testét, és rettentő kényelmetlen hordani őket. Ezeken felül ugye Istennel, saját magukkal és a másik emberrel való kapcsolatukat is rendezzék, hogy fizessék meg az adósságaikat, hogyha vannak teljesítetlen kötelezettségeik, ígéretek, amiket tettek, akkor azokat tartsák be. Hogyha ellenségeskednek, rossz indulattal vannak valakivel, akkor béküljenek ki. Tehát ugye komolyan meg kellett látszódnia annak a katekumen életében, hogy ő valóban készül arra, hogy a szentségekben részesüljön, és valóban komolyan veszi azt, amire készül, amiben él. És ugye értjük azt, hogy hát nyilván, hogyha valaki rászokott mondjuk a tisztátalan beszédre,
vagy egy nagy adóssága van, akkor azt nem lehet két hét alatt visszafizetni, nem lehet egy bűnről két hét alatt lemondani. Meg nem lehet egy erényre másfél nap alatt rászokni. És itt értjük meg igazából, hogy miért olyan hosszú a katekumenátusnak az időszaka, mert ugye meg kellett, hogy gyökeresedjen a jó a katekumennek az életében. És ezért találták azt ki, hogy általában 3 évig tartott a katekumenátus. Nyilván a püspök ezt le is rövidíthette, ha úgy gondolja. Azt írják egyébként a források, hogy zsidóknál, zsidók esetében, tehát a zsidóságból tértek a kereszténységre, le is rövidítették, még 1 évnél rövidebbre is, hiszen ugye egyrészt ők az Ószövetséget már ismerték, tehát azt nem kellett nekik megtanulni. Másrészt hívő emberként az életük is a hit szerint feltételezték, ugye, hogy alakult. Tehát nem kellett az erényeket a nulláról begyakorolni, meg az életüknek a részévé tenni, hanem már hívő emberként éltek. És arra rá tudták építeni azt, ami a kereszténységben úgymond a plusz. Amikor ez megtörtént, akkor jutnak el a második szintre. Ez már nagyon közel volt a 3. évnek a végéhez. Általában úgy körülbelül ugye a húsvéti vigília idején részesültek a szentségekben, ez a második szint valamikor annak a nagybőtnek a kezdetén kezdődött el. Tehát az első szakasz majdnem 3 évig tartott. Akkor lettek kompetenteszek. Ez is többes számban van. Kompetentes. A kompetens, ugye ezt magyarul is szoktuk használni. Tehát hozzáértő. Aki már otthon van egy dologban. Otthon van a hitnek a dolgaiban. Ekkor kellett nekik jelentkezni a püspöknél, hogy én úgy érzem, meg az oktatóim is úgy érzik, hogy készen vagyok a szentségeknek a vételére. És ekkor ünnepélyesen őket jegyzékbe vették. Felírták őket egy könyvbe, hogy ő ebben a húsvéti időszakban részesülni fog a beavató szentségekben. És akkor megint valami elindul ezzel, ebből lesz később majd a kereszteltetnek az anyakönyve. Amikor jegyzik ugye azokat, hogy kik részesültek a keresztségnek a szentségében. Jelentkeztek ezek a katekumenek a szentségekre, és akkor persze elkezdődik a tortúra. Na jól értve persze, mert hát nem lehet akárkit oda bocsátani, hogy most a mi keresztény közösségünknek a tagja legyen, csak a legszebbek, a legokosabbak és a legjobbak jöhetnek, akik valóban komolyan veszik a hitüket. És hát ezt ki kell deríteni, hogy ki az. Le kell őket vizsgáztatni, próbák elé kell állítani, hogy valóban a tudásuk is, az életük is, a szándékuk, elhatározásuk is komoly. És ekkor kezdődnek el a szkrutíniumok, vagy meghallgatások, vagy vizsgák, amikor a püspök az egész keresztény közösség előtt meggyőződik a jelölteknek az alkalmasságáról. Nyilván ez egy nem egy olyan dolog volt, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe igyekeztek őket hozni, mint egy egyetemi vizsgán például, hiszen alapból már csak azok jelentkezhettek, akiket ajánlottak az oktatóik a szentségeknek a vételére. De megvizsgálják a hitüket komoly módon. Mint amikor ugye először csak az ember néz egy dolgot, hogy milyen, meg hogy néz ki, meg hogy épül fel, aztán utána beteszi a mikroszkóp alá, hogy a részleteket, meg az apró dolgokat is lássa. Na, itt a szkrutíniumok során beteszik a katekumeneket a mikroszkóp alá, és látják azt, hogy fantasztikus, hogy fel vannak készülve arra, hogy a szentségekben részesüljenek. És ekkor lesznek ők hozzáértők, ekkor lesznek ők kompetenteszek igazán. Ugye, amikor látszódik rajtuk, hogy értenek a hitnek a dolgaihoz. És akkor kezdődnek el a titkoknak az átadásai. A keresztény közösség titkainak. Megint úgy gondolkodjunk, hogy ugye amit Hippolytos ír, keresztény üldözések idején vagyunk, 3. század eleje. Tehát ugye a keresztény közösség nem adhatja ki a titkait külsősöknek, csak azoknak, akik megbízhatók. És mik ezek a titkok? Hát mindenek előtt az, hogy mi az egyháznak a hite?
a hitvallást adják át a katekumeneknek. Ez a tradíció szimboli. A szimbólum az a hit foglalatára, hit gyűjteményére vonatkozik ebben az értelemben. Tradíció az pedig átadást jelent. Átadják nekik a hitvallást, hogy mi keresztények ezt hisszük, ez a hitünknek a foglalata. Ezt megtanultad te már az elmúlt 3 évben, de most egy ekkora kis szövegben összesűrítve megkapod, hogy tudd, mi az, amit mi hiszünk, és fejből tudd. És ugye éppen azért, mert hát nem kerülhettek dokumentumok illetéktelen kézbe, ezeket nem leírva kapták meg a katekumenek, hogy tessék, itt van, tanuld meg. Hanem a keresztény közösség elimádkozta hangosan. Ha kell, többször. És a katekumennek meg kellett jegyezni. Kívülről szó szerint meg kellett tanulni. Nem lehetett benne hiba. És erre volt egy kis idejük, tehát nem csak ott a szertartáson, hanem 1-2 napot kaptak, hogy a keresztény testvérek segítségével ezt begyakorolják. És aztán eljött majd, amit ott következő pontban tetszenek látni, a redíció szimboli, a visszamondása a hitvallásnak. Ez viszont megint liturgikus cselekmény során történt. Egyes források azt írják, hogy észak felé fordulva kellett a katekumeneknek elmondani saját maguknak, tehát úgymond segítség nélkül a hitvallásnak a szövegét, hogy ők ezt valóban tudják. Azért észak felé, mert ugye hát a mi ilyen kis geográfiai gondolkodásunkban az éjszaka az, ami a sötétségnek, meg a hidegnek a helye. És ilyen szempontból jelképezi a gonosznak a birodalmát. Ugye nem az éjszak, hanem a sötétség, meg a hideg, meg ahol az ember nem érzi jól magát. És ezzel tulajdonképpen a katekumenek belemondják a hitnek a szavait a gonosznak a birodalmába. Mint egy nemet mondva rá, hogy az ő életükben az a sötétség, az nem fog már többet uralkodni, mert ők hívővé váltak. Milyen szép és kifejező. Ugye? Elmondják, visszamondják a keresztény közösségnek, és meggyőzik őket, hogy ez a mi hitünk, ez már az én hitem, az, ami a te hited, az már az enyém is. És a keresztény közösség ugye boldog, hogy végre akkor már hamarosan teljes jogú tag lehet az a sok szép katekumen. És még egy harmadik dolog, az Úr imáját is ekkor kapják meg, miután már a hitvallást megtanulták, ekkor megtanulják a mi atyánkot is. De itt van egy nagyon fontos különbség. Ugyanis egészen addig, amíg meg nem keresztelik őket, a mi atyánkot nem mondhatják a liturgikus cselekményben. Tehát az eukarisztia során nem szabad nekik, tilos. Akkor mondhatják el először a mi atyánkot hangosan, amikor megkeresztelték őket húsvét vigiliáján, és ott első alkalommal részt vesznek az eukarisztia liturgiáján. Mert ez a hívőknek az imádsága. És ők hiába állnak már pár hétre a hívőségtől, még nem hívők. Még nem beavatottak, még nem születtek újjá, még nem az Isten gyermekei, még nem mondhatják az Istennek azt, hogy Abba. De megtanulják és felkészülnek arra az ünnepi pillanatra, ami el fog majd érkezni pár héttel később. És itt az utolsó szakasz, illumináti, vagy megvilágosodottak, vagy Rómában szokták úgy hívni őket, hogy elekti, kiválasztottak, ugye ez az illumináti, ez egy ilyen titkos szekt, ami valami gagyi regényben előfordult, megvilágosodottak, akiket ugye a hit megvilágított már, kiválasztottak, akik kilettek választva arra, hogy a szentségekben részesüljenek. És ez akkor történik, ez a harmadik fázis, ami csak pár napig tart, látják, amikor már a tradíciók és a redíció megtörtént. És ebben a szakaszban nagypénteken böjtölnek egész nap, nagyon szigorúan a katekumenek, és persze imádkoznak nagyon sokat. Nagy szombaton pedig a püspök megadja nekik az utolsó oktatást. És aztán azon az éjszakán, ugye a szombatról vasárnapra virradó éjszakán, amit húsvét vigiliájának nevezünk, részesülnek a szentségekben, és első alkalommal megkapják
az eukarisztiát is. És ez egy nagyon megható szertartás, aki sokféle módja van egyébként, de a legszebb és legkifejezőbb az, azt szeretném önöknek bemutatni, aki járt Rómában már, a Lateráni bazilikát látta, akkor tudja, hogy óriási bazilika, és ott a háta mögött ott van egy külön épület, egy nyolcszögletű épület, a keresztelők. Külön épület, egy nyolcszögletű épület, a keresztelő kápolna. A katekumenek húsvét éjszakáján ott gyülekeztek. Nem egy meg kettő, hanem sokan. Nyilván ez már későbbi időszak, tehát ez már a 313-as milánói ediktum utáni időszak, nem az, amiről Hippolytosz beszél. Hippolytosz egyszerűen csak azt mondja, hogy körülbelül úgy, ahogyan ma az evangélium felolvasása és a püspök tanítása, vagyis a humília után történt a keresztelés nagyon egyszerű formában. De én egy kicsit későbbit szeretnék önöknek bemutatni, mert ez mutatja meg igazán, hogy a katekumeneknek milyen élete volt az egyházon belül. Na, összegyűlnek a keresztelési helyen, miközben a hívők közösség bent a bazilikában elkezdi a húsvéti virrasztást. És elkezdenek énekelni, elkezdenek szentírási szakaszokat felolvasni, míg a keresztelési helyen a püspök elkezdi keresztelni a katekumeneket. Ugye megkenik olajjal, fehér ruhába öltöztetik őket, égőgyertyát is kapnak a kezükbe, stb. És akkor most kezdjük érteni, ugye, hogy a húsvéti vigilián miért van ennyi olvasmány. Nyilván egyrészt bemutatja az üdvösségnek a történetét is, másrészt ugye a hívő közösség ezen a módon készült fel arra, hogy a katekumenek érkezni fognak a keresztség végén, ha véget ért ott a szertartás. Jó? És amikor megtörténtek a szentírási szakaszoknak a felolvasásai, és készülnek fel arra, hogy az evangéliumot meghallgassák, egyszer csak kitárul az ajtó, fehér ruhában, égő gyertyával a kezükben, katekumenek szépen bevonulnak a bazilikába énekelve. És akkor mindenki nagyon meghatódik, ugye, meg örülnek, hogy tessék, kérem szépen, itt vannak a közösségnek az új teljes jogú tagjai, akik nem csak, hogy tagjává váltak az egyháznak, hanem neofiták lettek. Újjászületettek lettek. Ugye az új életre születtek, az Isten gyermekségnek az új életére születtek újjá. Elkezdődik valami az életükben, ami mostantól kezdve karakterisztikájuk lesz, és nem lehet visszacsinálni. Elkezdődött az új élet. Nincs mese. És ott azon alkalommal, ezek a katekumenek első alkalommal részesülnek az eukarisztiában, első alkalommal imádkozhatják a mi atyánkot, első alkalommal vehetnek részt a többiekkel együtt az egész eukarisztikus ünneplésen. Ez egy hatalmas ünnep volt az első egyház számára, hiszen gondoljuk meg, 3 évig készültek erre. Biztos önök között is sokan vannak, akik a házasságukra készültek hosszú-hosszú éveken keresztül. De lehet, hogy még az is egy kicsit más, mert házasként az ember nem jár minden héten oktatásra 3 éven keresztül, vagy legalábbis nem feltétlenül, ugye? De az, amire az ember nagyon vár, annak nagyon tud örülni. És nem csak a katekumen, hanem az egész keresztény közösség, mert tudták, hogy a mi hitünk az, ami múlik rajtuk. De a katekumenátusnak itt még nincs vége. Nincs vége azzal, hogy megkeresztelték őket, meg megbérmálták, meg eukarisztiához járultak, hanem kezdődik az az időszak, amit úgy hívnak, hogy misztagógia vagy müsztagógia. Ez pedig a hit titkainak a kifejtése már a hívő ember számára. Ez egy pár hétig tartott a szentségekben való részesülés után, ahol megtanítják nekik, már hívő ember tanítja a hívő embert, mit jelent a hit, mit jelent az eukarisztia, a szentmise, mit jelent a bérmálásnak a szentsége. Most már teljesen más oldalról, nem úgy, hogy fölkészítik őket rá, hanem ami ebből kell, hogy fakadjon a hívő ember számára. És tulajdonképpen valahol ekkor ér véget
a katekumenátus és a katekumen kísérésnek az időszaka ezzel a misztagógiával, vagy misztagógiával. És még azt tetszenek látni ezen a dián, hogy 8 napig a keresztelés után a katekumenek hordhatták ezt a fehér ruhát, ugye az újjászületett tiszta embernek a ruhája. Ez hát egy hét tulajdonképpen, ezért hívjuk a fehér vasárnapnak, hogy még ma is a húsvéti utáni vasárnapot, ugye akkor tették le ezeket a fehér ruhákat. Viszont a történetnek, a történelemnek itt még nincs vége. És ez volt ugye a 215-ös leírása Hippolytosznak. 313-ban azonban Konstantin kiadja a milánói ediktumot, és beköszönt a béke. A kereszténység bevett vallás lesz. A helyzet megváltozik, nem kell már titkolózni, nem kell már bujkálni, sőt, az is igaz, hogy Konstantin bizonyos előjogokat részes, előjogokkal ruházza fel a kereszténységet, meg a keresztény embereket. Bizonyos funkciókban csak hívő emberek láthattak el, mármint keresztény emberek, így értem. Nyilván ez meg mihez vezetett? Aki szeretett volna abba a pozícióba jutni, nem tudom én, egy udvari jegyző vagy valami, hát az beiratkozott katekumennek. Nem meggyőződésből, hanem érdekből. Tehát katekumenátus elkezd felhigulni. Sőt, néhány helyen elkezd lerövidülni. Mert hát mi van ilyenkor? Gyorsan meg akarom azt a pozíciót szerezni. Elkezdenek ott a katekumenek morgolódni, hogy ó, milyen sok ez a 3 év, ugyan már. És aztán mindig van, aki enged, meg a kisebb konfliktust próbálja választani, és azt mondja, hogy oké, akkor legyen 2 év. Na, de a 2 év is jó, 1 év, még az 1 év is sok. És aztán így csökken le az ideje, és nyilván ennek a következménye meg az, hogy jobbára egy elméleti oktatás lesz belőle, ami meg olyan, amilyen. De hát ezt hozta az élet sajnos magával. A másik dolog viszont éppen az ellenkező véglet. Mert olyanok is voltak, akik meg nyújtották, mint a rétest a katekumenátusnak az időszakát, nem volt nekik olyan nagyon fontos, mert ha ezeket a funkciókat be akarták tölteni, akkor már az is elég volt, hogy katekumenek voltak. Ha nem is voltak megkeresztelve, már a katekumenség elég volt, és nem fűződött hozzá érdekük, nem is erőltették. Meg egy téves gondolkodásmód is kialakult, ami meg ahhoz vezetett, hogy próbálták minél később a halálukhoz, minél közelebb kitolni a szentségekben való részesülést, mert azt azért tudták, hogy megkeresztelik őket, akkor hopp, minden bűn eltörlődött, és ha ott gyorsan meghalok, akkor már nincs idő bűnt elkövetni. Ugye? És próbálták kitolni addig, ameddig lehetett, aztán biztos volt, aki 50 éven keresztül katekumen volt, aztán hát vagy ráfázott a végén, vagy nem, vagy összejött, amit tervezett, vagy nem, de hát igen, ilyen is volt. Úgyhogy a katekumenátusnak a rendje kezd felborulni. És még egy harmadik dolog közbeszólt, a népvándorlás. Ugye jönnek az idegen emberek minden honnét, akik hát kereszténységről nem hallottak, de szeretnének keresztények lenni, akár állnak is tovább gyorsan, hát valami gyors talpalót ki kellett nekik találni, hogy azért mégis hadd legyenek keresztények. Biztos már akkor is sokszor számban gondolkodtak, hogy minél többen legyünk, és aztán ilyen gyors talpalót elvégeztek, megkeresztelték őket a gyerekeikkel együtt. És ugye új helyzet áll elő, mert nyilván egy kisgyereket nem lehet a katekumenátuson végigvinni, hát belehal. Ugye, hát egy nagy képzés, meg most hogy tanítsa meg az ember őt arra, hogy nem tudom én milyen erényeket gyakoroljon. Teljesen megváltozik a rend. 5. század végén, 6. század elején a katekumenátusnak ez a formája megszűnik. És itt abba is hagyom, nem akarok tovább menni a történelemben, hanem inkább menjünk már végre rá, Szent Mártonra, de előtte azért gondoljunk csak arra, hogy látjuk azt, hogy ez micsoda egy jól felépített képzési rend volt, hogy tényleg hogy próbálták integrálni az egyház életébe az érdeklődőket, meg a hittanulókat, és nem az volt a céljuk, hogy te sokat tudj a hitről, hanem az, hogy jó hívő ember legyél. Jó keresztény ember legyél, annak minden gyakorlati aspektusával. És úgy tűnik, hogy az első időszakban ez működött is.
És nagyon sok gyakorlati következménye ennek volt. Összekapcsolta az elméleti tudást, a liturgiát és az életet. És a keresztény ember életének mind a mai napig ez a három nagyon fontos része van. Szétválaszthatatlanok, de mégis meghatároznak bennünket. Hopp, ugrunk Szent Mártonra. Végre. Azért tartottam fontosnak elmondani mindezeket, mert így fogjuk megérteni azt, amit Sulpicius Severusnál olvasunk. És most szeretném igazából idézni az ő írását, amit Márton katekumen éveiről mond. És értelmezni is közbe. De most már ezek után gyerekjáték lesz, mert mindenki maga is meg tudja tenni. Ifjú korában Márton is katonának állt, és Konstantinus uralkodása idején a testőrcsapatok tagja lett, majd Julianus császárnak szolgált. Nem önként, mivel a kiváló ifjú szent gyermeksége szinte első éveitől kezdve Isten szolgálatára vágyódott. Már 10 éves korában szülei akarata ellenére egy templomhoz menekült, és kérte, hogy katekumen lehessen. Majd csodálatos módon teljesen Isten szolgálatára adta magát, és midőn 12 éves lett, a pusztába kívánkozott. Követte volna vágyát, de éveinek csekély száma megakadályozta tervét, lelkét azonban remeteségek vagy templomok foglalkoztatták, és már gyermekkorában azon elmélkedett, amit később alázatos buzgósággal megvalósított. Márton 10 éves, amikor katekumennek jelentkezik. Gyerek még igazából, de ő akar jelentkezni, sőt a szülei tiltása ellenére akar jelentkezni. És milyen érdekes, hogy 10 éves korában már megszületett benne a vágy és az erős elhatározás arra, hogy ő ezt, ami a keresztény hit, ezt akarja. És azt gondolom, hogy ezért is nem utasították el. De van ennek következménye is, mert nem arról volt szó, hogy hopp, akkor már 10 éves korában mindjárt öntötték is a keresztvizet a fejére. Dehogy is. Megtaláljuk a továbbiakban mindazt, amit eddig a katekumenátus menetéről elmondtam. Miután a császárok elrendelték, hogy a veteránok fiai katonai szolgálatot kötelesek teljesíteni, Mártont apja segítségével, aki gyűlölte üdvös tetteit, 15 éves korában elfogták és megkötözték, majd a katonai eskületételére kötelezték. Márton nem akar katona lenni. Emlékszünk ugye rá, hogy a katekumenségnek feltétele volt a rossz életforma megtagadása. Ugye ugyanúgy, ahogy a gladiátornak, a katonának is ölni kell. Sőt, a katona a császárra tesz esküt, aki meg Istennek tartja magát. És Márton ezt nem akarja. De az apja kényszeríti, úgyhogy nem volt mit tenni, Mártonnak menni kellett, ugye akkor még más világ volt. De Márton meg akarja a rossz életformáját tagadni. Megelégedett egyetlen rabszolga kísérővel, akivel azonban szerepet cserélt. Ő az ura szolgálta ki szolgáját, sőt annak lábbeliét is Márton húzta le és maga tisztította. Az ételt is közösen fogyasztották, ráadásul igen gyakran ő szolgált fel neki az asztalnál. Az alázatos, egyszerű életforma, ami nem kiszolgáltatja magát, hanem éppen, hogy szolgálni igyekszik, és ebben válik Krisztushoz hasonlóvá. Ugye megint azt látjuk, hogy így értjük meg, hogy Márton katekumen, és neki feladata az, hogy ő ezt csinálja. De mindenképpen a nagyságából adódik, hogy ezt ő még a szolgájával is meg tudta tenni. Megkeresztelkedése előtt 3 évet töltött a hadseregben, de mentes volt azon bűnöktől, amelyek a katonaságnál szolgáló emberekre jellemzők. Igen jó indulatú volt társaival szemben, csodálatra méltó szeretet, valamint emberi mértéket felülmúló türelem és alázatosság jellemezte. Ugye hitből fakadó cselekedetek, jó cselekedetek. Csomót felsorolt itt Sulpicius Severus. Életvitelének szerénységét nem szükséges külön dicsérni, mert már abban az időben úgy élt, hogy inkább vélték szerzetesnek, mint katonának. Mártonnál elkezdődött az új élet. Már ott a katonaságban úgy élt, mint egy szerzetes, írja a szerző. Teljesen máshogy, mint a normális katona. Az új élete elkezdődött. Sőt,
Ezen tetteivel annyira megnyerte magának a katonatársait, hogy csodálatos szeretettel vették körül. Bár még nem született újjá Krisztusban, jó cselekedetei miatt a keresztség várományosának bizonyult, figyeljenek, virrasztott a betegek mellett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, ruhával látta el a mezíteleneket, és mindennapi élelemre szükségesen kívül semmit sem tartott meg a zsoldjából. Húha, ma még akár a hívő ember se csinálja ezt. Ott meg akkor már egy katekumen, aki még nem is volt hívő. Már ekkor sem csak süket hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a holnappal. És akkor itt jön az a történet, ugye, amikor megosztja a köpenyét, ezt most hadd ne olvassam fel, mert nagyon jól ismerjük, csak egy-két mondatot belőle, ami nem lényegi része ennek a történetnek, de szerintem rettentően fontos. A szerencsétlen ember könyörgött az arra járókhoz, hogy szánják meg, de mindnyájan elmentek mellette. Ekkor az Istennel eltelt férfiú megértette, hogy az Úr neki hagyta meg azt, akin senki sem könyörült. A katekumentől többet várnak el. Az Isten is többet vár el tőle. És aztán megosztotta a köpenyét a koldussal, néhány körülötte álló ugye nevetett rajta, meg kigúnyolták. Sokan azonban, akikben egészségesebb lélek lakott, nagyot sóhajtottak, mert semmi hasonlót nem tettek, bár kétség kívül többjük volt, hogy felöltöztessék a ruhátlant, és megetethették volna anélkül, hogy szükséget szenvedtek volna. És akkor elgondolkoztam azon, hogy kik azok, akik ott körbeállták Mártont. Kinevették, meg akik elmentek ott a szerencsétlen mellett, meg hát sajnálkoztak, hogy jaj, hát nem én voltam az az ügyes, aki ezt meg tudtam tenni. Hívők? Hitetlenek? Katekumenek? Igazából teljesen mindegy, mert senki nem segített. Sajnálkoztak, nevetgéltek, de Márton volt az egyetlen, aki segített. Egy katekumen. És nem is akármilyen katekumen. És azért mondom azt, hogy ahogy írja Sulpicius Severus, ő még a katekumenek közül is egy rendkívüli volt, de az ő életében látszik az, hogy milyen az igazi katekumen. És ugye emlékszünk aztán arra, hogy Krisztus megjelenik neki utána álmában, és ezt mondja, Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen. Kiérződik belőle az Úr Jézusnak a fájdalma, hogy senki más, ő, akinek lehet, hogy nem is kellett volna, mert még csak katekumen, a hívő embertől előbb elvárta volna az ember, hogy segítsen. De ő segített, pedig még csak katekumen. És ez milyen fájdalmas. Jézusnak fájdalmas. Nyilván Márton tettén megörült. De még Jézus is szóba hozza azt, hogy Márton katekumen. Ilyen kicsit ilyen csodálkozva. És aztán már csak egy gondolat Sulpicius Severustól, 18 éves Márton, amikor megkeresztelik. Ugye 10 évesen fut oda a templomba, hogy katekumennek jelentkezzen. Igaz, hogy nem ír arról Sulpicius Severus, hogy katekumen is lett rögtön, és nem mondjuk se 12 vagy 15 éves korában, de 18, amikor megkeresztelik. Tehát az ő képzése 8 évig tartott. Még akkor is, hogyha nem vették föl 10 évesen katekumennek, de ő már elkezdett úgy élni, hiszen olvastuk, hogy 12 évesen már szerzetes akar lenni. 8 évig készül arra, hogy a szentségekben részesülhessen. Ilyen katekumen volt Márton. És ezért fantasztikus az ő élete, mert minden ott van benne, ami a katekumenátus folyamatában ott van. És amit az egyház elvár a tagjaitól. És hát tudjuk jól, hogy hiába ezek az elvárások, sokszor nem tudunk felérni hozzájuk. Ez így van. De ezért nagyszerű ez az ember, mert megmutatta azt, hogy ennek nem kell így lennie. Hanem ez lehet máshogy is. Igenis lehet jónak lenni, igenis lehet segíteni, és azok az elvárások, amiket az egyházunk támaszt, nyilván a Szentlélek sugalmazására, azok nem teljesíthetetlenek.
Sőt, más oldalról is megközelítem. Az egyetlen út. Az egyetlen lehetőség, hogy az ember itt a Földön már boldog lehessen, és üdvözülhessen. És Máton ezt felismerte, és ezért jó katekumen, és jó példaadó ő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, kicsit kiszaladtam az időből, úgyhogy bocsánat, de annyi mindent lehetne mondani, hogy nagyon-nagyon sok mindent, de egy kicsit talán tudtunk belenyalni abba, hogy mi volt Márton életének ez az első időszaka, milyen volt, és hogy ha egy kicsit más szemmel olvassák már Sulpicius Severus életrajzának ezeket a sorait, akkor azt gondolom, hogy már nem voltunk itt hiába. Köszönöm szépen! Szent Márton Akadémia. A hit és a tudás forrása.